Évről évre Ausztráliából indul el az influenza vírus, onnan terjed át az északi féltekére, az Egyesült Államokba és Európába. A tavaly év más volt, gyakorlatilag nem volt Ausztráliában influenza járvány. Ennek oka a szakemberek szerint az volt, hogy a koronavírus megfékezése érdekében hozott intézkedések nem csak a Covid-ra voltak hatással, hanem a hagyományosnak tekinthető téli járványokra is. Ez egyaránt köszönhető a maszkviselésnek, a higiéniai szabályok betartásának, a távolságtartásnak és a kontaktszámok csökkenésének. Ez kihatott az influenza vírus terjedhetőségére, mert szerintem van influenza vírus, csak nem nagyon fertőzzük egymást. Ilyen módon most ilyen nagy tömegű fertőzés nincs. Nem csak influenza, hanem másfajta légúti vírus fertőzés sincs annyi, mint máskor. Ennek örülünk, és azt gondolom, hogy ez lesz a jövő, hogy az emberek hozzászokjanak, hogy téli hurutos időszakban felteszik a maszkot, és akkor már sokkal kevesebb a légúti fertőzés, nem csak a Covid, hanem más is. A szakember arra int, akár még márciusban is visszatérhet az influenza járvány, ha túl korán lazítanak a korlátozásokon. Újhely János úgy látja, ahhoz, hogy hosszú távon is elkerülhetőek legyenek ezek a tömeges megbetegedések, szemléletváltozásra lenne szükség a jövőben. Egymásra is vigyáznunk kell, ez felül kell írni a saját mozgásterünk korlátozásának az igényét. Tehát én szerintem ez kell, hogy átmenjen az emberekbe, hogy igenis vannak helyzetek, amikor be kell tartani, mert a vírus nem válogat, és jó lehet, hogy valaki nem komoly tünetes, de már egy másik ember szervezete olyan, hogy ott már katasztrofális és halálos betegséget tud okozni. Ahogy az influenzát, úgy több szakértő szerint a koronavírus sem felejthetjük el egyhamar, és a pandémia úgynevezett endémiává fog átalakulni. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy a fertőző betegség rendszeresen elő fog fordulni a népesség körében, vagyis az életünk részévé válik, amellyel meg kell tanulnunk együtt élni.